Gyülekeznek a népviseletbe öltözött csukacok. Ők a dunai mosást készülnek bemutatni. A zenés menet ezúttal is megmegállt egy-egy háznál, ahol a gazdák szomjoltókkal várták a mosásra igyekvőket. A sokacrévhez érve aztán megkezdődött maga a mosás. Ezt a hagyományt a mohácsi sokacok olvasóköre elevenítette fel. Hát 15 éve ezelőtt Oroszné Kővári Ági néni felvetette, hogy ez lassan el fog laposodni, akkor ő még lejárt szőnyeget mosni ide a Dunára, és hogy nem próbálnánk ezt felkarolni, és bemutatni újra a jövő generációi számára. És gondolkodott az akkori vezetőség a sokac körbe, hogy ez egy nagyon jó ötlet, és hogy valamit próbáljunk megalkotni. És első alkalommal akkor összeálltunk egy páran, és azt mondtuk, hogy próbáljuk meg, vonuljunk fel az olvasókörtől, szedjük össze a padláson levő mosópadokat, mosófákat, mosószappant, hiszen a sokac padlásokon még a mai napig található ilyen zsákban eldugva. És megcsináltuk az első rendezvényt, ami egy picikét talán azt mondom, hogy olyan szinten toporgott, hogy akkor még utána nem nagyon tudtunk kulturális programot ráhúzni, de elindult valami ezen az úton, ami éppen most itt mögöttem a Laci. És évről évre én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok munkával, sok törődéssel eljutottunk erre a szintre. Gyártottunk természetesen, gyártottunk mosópadokat, mosófákat a régiek alapján, mert hiszen nem volt már annyi a padlásokon, mint amennyire igény volt. És hála Istennek, hogy a fiatalokat is be tudtuk húzni ebbe a bemutató mosásba, és beállnak a sorba, és tanulják és csinálják, és bízok benne, hogy tovább is fogják örökíteni az unokáim számára, mondjuk így. Látható volt lent, ahogy bemutattuk ezt a hagyományt. Voltak már köztünk fiatalok, lányok, akik már próbálják és próbálják megtanulni és csinálni, űzni ezt a régi mosást, ami régen látható, hogy nagyon kemény munka volt. Azt kell tudni, hogy kétszer mostak nagyot az akkori asszonyok a Dunán, egyet tavasszal, egyet ősszel az őszi betakarítás után. Nem így volt, ahogy most mi is hordták le a férfiak, nekik a padot meg a most, tehát saját maguk jöttek és ezt elvégezték, ezt a kemény munkát. Ez most már csak egy fesztivál része, ahogy itt a bevezetőben is elmondtam, de én úgy gondolom, hogy nagyon jó ez a kulturális program, és ez a gasztronómia, ami a sátornak a másik oldalán található, töltött káposztafőzés és szabad tüzönfőtételek fesztiválját mondom én. Bízom benne, hogy egyre többen fognak majd csatlakozni ez a rendezvényhez, szokáshoz. Nagyon jó érzéssel tölt el, hogy ilyen piciket látok már a színpadon népviseletben, sokat népviseletben. Itt van a jövő generációja, akire számíthatunk is, és talán azért érdemes dolgozni ott az olvasókörben, és megtölteni azokat a falakat, mert néha meg tudjuk mutatni, hogy milyen munka van mögötte. A július első hétvégén megtartott program során nehéz, évszázados asszonyi munka elevenedik meg a folyó partján, természetesen hagyományos eszközökkel. A dunai mosás során fiatalok és idősebbek egyaránt sorra veszik a teendőket. Ezek az áztatás, a mosópadra helyezett ruhák beszappanozása, megzöcskölése. Ezután a vizes anyagokból a mosófa élével a szennyeződés eltávolítását végzik, mindaddig, amíg a textíliákból tiszta öblítővíz nem jön. Hát a mai napon ugye a dunai mosás, egy nyári mosást csinálunk, igazándiban az inkább tavasszal szokott lenni, de hát mi ugye megtartjuk az nyáron, mert sokkal kényelmesebb most ilyenkor a Dunán mosni, mint tavasszal vagy ősszel, mert két mosást csináltak. Az első az a télit, ami ugye téli ruhát használták, a második meg viszont az őszi mosás. Sokszor még úgy kellett egy tüzet is rakni, hogy megmelegítsék a vizet, mert be volt fagyva a Duna, de most hála Istennek mostanában már nincs,
és hát itt vannak az asszonykáink, a hagyományőrző, és hát mindig próbáljunk egy-két gyereket kinevelni, hogy ők is megtanulják azt a szokást, amit valamikor a mi őseink minden évben kétszer megcsinálták. Hát legelőször is úgy szokták otthon, hogy belúgozták. Tehát hamuval berakták a lúgzóba, azt hagyták egy kicsit állni, az egy kicsit megfehérítette, és akkor a férfiak vagy az asszonyok lehozták, de általában rászedték azért a férfiakat, hogy hozzák le, és amíg az asszonyok mosták, itt három kocsma volt a Dunapart mellett, addig a férfiak ugye áztatták a hasukat, és így történt az egész. Mi úgy mondjuk, én nem is tudom, hogy magyarul minek mondják, hát prátyák, mángolófa, vagy milyen, beszapanozzák, tehát benedvesítik a ruhát, itt lehet is látni, benedvesítik a ruhát, beszapanozzák, és akkor rétegesen fölhajtják, és mindig, ahogy egy réteget rávisznek, azt mindig akkor mángolófával, prátyákkal ütik, hogy a piszok az menjen ki. Miután ez megvan, akkor berakják a vízbe, kimossák, és hát természetesen utána nekiállnak és kicsavarják az egészet, és ezt itt a part mellett a gyönyörű fűre mindig ki volt rakva a ruha, és nagyjából megszáradt, és úgy vitték haza. Miközben készült a vacsora, kulturális műsor szórakoztatta a vendégeket, utána pedig Bach következett. A hagyományai mellett Mohácsváros több néptánc együttessel is büszkélkedhet, melyek közül többen az idei Dunai Mosás rendezvényen is felléptek, különböző koreográfiákat bemutatva a közönségnek.